akkor megérkeztünk az Árpád hídra. Ami azért mindenképpen pozitívum és jó hír, hogy nem nevezték át Göncz Árpád városközpontra, mert ilyen terv is volt, hanem adott Árpád híd, ez mindenképpen egy helyes döntés volt. De nyilván az, hogy Göncz Árpád városközpont az egy átlagembernek, főleg, hogyha nem pesti, semmit nem mond, hogy fogalmas nincs, hogy az hol van az Árpád híd, meg azért mégiscsak egy nagyobb objektum, azt pedig nagyjából már lehet tudni. Hát itt is megvan még a régi tábla, vagy csak a régi dizájnú tábla. És egyébként maga a város az... Hallgassuk, mit mondanak. Az M3-as metróvonal felújítása április 6-ától a déli szakaszon folytatódik. A rekonstrukció ideje alatt a metró Újpest központ és Nagyvárad tér között közlekedik. A Nagyvárad tér és Külvári Kispest között metróvonal szóval, mint megtudtuk, szombattól kezdődik a déli szakaszon és a felújítás, és akkor már csak a Nagyvárad térig járnak, de hát ezt már Butka elmondta egy másik videóban. Akkor most megy ki egy panda, azt megvárom, hogy az én hangomat is halljátok. És akkor eljöttem a peron végéig, így néz ki. Mindjárt átmegyek a túloldalra és ott is szétnézek, bár igazából ugyanúgy néz ki mind a két oldala, de hát mégiscsak. Igen, ez a Bermuda háromszög, ez megmaradt az aluljáróban, mert hozzá nem csináltak semmit, tehát itt nem lehet átmenni. Túloldalt meg ott a kijáratnál ki kell menni, visszajönni. Ez elég kocifartos az Árpád híd aluljáró, hogy mindig el tudok tévedni. Akkor is, amikor már évek óta ide jártam, meg már ezredszer vagyok itt, és akkor is. Ott van maga a megálló, az, ami fel van újítva, az aluljáró meg maradt ugyanolyan lakukat, mint volt. Mondom, erről beszéltem eddig, hogy az aluljáró nem nyúltak, de ezt nem megbeszéltük egy másik videóban, úgyhogy most nem húznám ezzel a szót.